Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkószabad Egyetem vezetője. Nézzük tehát a sáfrányt. A sáfrányt nagyon nehéz szüretelni, ezért már a középkorban elkezdték hamisítani. Más növényekkel keverték, akkor még csak növényekkel. Ma már ki tudja, mivel tudják keverni. Jó, tehát higították magyarul, és már a középkorban ez a higítás sok ember halálához vezetett. Az 1300-as évekből ismerünk egy esetet, ami dokumentálva vagyon, mely szerint egy német kereskedőt tűzbe vetettek azért, mert íztelen volt a sáfránya. Hát azért, ha ma ezt megtennék mindenféle ételkereskedőkkel, akkor lehet, hogy nem sok kereskedő maradna a piacon. De ma már más világot élünk, ilyeneket már nem csinálunk, legalábbis hivatalosan nem. Jó, tehát menjünk vissza inkább a sáfrányhoz. Tehát a sáfrány utáni hajszó ma is folytatódik. A világ sáfrány termelésének nagy részét Irán adja, 70%-át. Tehát ma is aranyárban mérik tulajdonképpen. Tavaly 300 tonna sáfrányt állítottak elő Iránban, és ezt a termelést intenzifikálják, a talajt inkább tönkreteszik, csak minél több sáfrányuk teremjen. Tehát ők sem tudnak hosszú távon gondolkodni. Reméljük, hozzánk is elér az a kezdeményezés, amit az orosz kormány tett nemrégen, hogy mindenki kap egy holdat ajándékba, aki kötelezi magát, hogy ezen az egy holdon termelni fog mezőgazdasági terményeket, amiket ő maga megeszik. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon reméljük, hogy elterjed majd Európában is. Igaz, hogy nekik több a szabad földjük, ott van a hatalmas földek, üresen Szibériában, tehát de hát nálunk ugye már nincsenek szabad földek, tehát nálunk ezt a kezdeményezést nehezebb elterjeszteni. Ugye tehát a sáfrány az nagyon sok mindenre használható. A gyógyászatban kiválóan használható sok mindenre, ezt a modern, mai kutatások, az orvosi kutatások is igazolják. Ezért nagyon sok gyógyszerbe is tesznek ma már sáfrány. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, hogy a csatornára iratkozzanak fel, mert akkor értesítést kapnak, amint a legújabb folytatáson megjelenik. Köszönöm, viszontlátásra!